Még tavaly december 28-án rendezték meg a komlói vásártéren a Rally Sprint bajnokság záró futamát, a Bomba Kupát. A megméretetést igazi évvégi hangulat jellemezte, a versenyen gyakorlatilag mindenki elindulhatott, a rendezők csak a biztonsági öv és a bukós isak használatát tették kötelezővé. A földes, csúszós talajú pályán párokban indították az autósokat, egy edzésfutam után két versenyfutamot teljesítettek a résztvevők. Az 1500 néző igazán látványos versenynek lehetett szemtanúja, a pilóták bátran terelgették autóikat ezen a napon. A 850-es kategóriában Kis István Félix tímea autózott a leggyorsabban, a 850-től 1150 köbcentig tartó géposztályban Járai Csaba, Gajas Péter győzött. Az 1150-1400-asok között Borbás Szabolcs, Gálosi Roland Fiat-Ritmóval nyert. Az 1400-1600-ig tartó kategóriában a Fiat Unóval induló Manghuba, Mang Ferenc kettősé lett az első hely. A plusz 1600-as kétkerekesek között Batik Imre, Kelemen Krisztián egyes Volkswagen Golffal, a négykerekesek között Újvár István, Varga Zoltán 323-as Mazdával győzött. Az abszolútban Manghuba, Mang Ferenc nyert. A Ladakupát Metz Ferenc, Halbax Ferenc mondhatja magáénak.